interjú fog készülni velem. A Szívmagazinnak? A Szívmagazin. És erről mit lehet elmondani? Mármint az interjúról, vagy a magazin? Ne, hát az interjú az majd kiderül, a magazinról mit lehet elmondani? Hát a magazin az egy nagyon patinás lap, 100-nál is több éves. Nyilván egy csomó, mivel hogy a jezsuita kiadónak, a jezsuitáknak a lapja ez, így egy csomó szakrális téma is előkerül. Úgyhogy akiket ez érdekel, azok is gyakran olvassák. Nagyon köszönöm. Akkor most belecsapunk az interjúba? Szerintem belecsaphatunk, igen, ha te készen állsz. Készen állok. És abban a pillanatban elkezdtek volni. De hogy eddig semmi. Jó, nem. Kezdhetünk. Hiállálunk. Jó. Jó. Pályázat újságíróként kezdted. Hogyan és miért cserélted a villanykűzetet kamerára? Ez egy ilyen folyamat volt, szóval én amikor újságíró voltam az Indexnél, már akkor is... Egyébként, bocsánat, ezt nem mondom a nézőknek, szóval valójában ez a fúrás faragás most már 3 hete megy egyfolytában itt a stúdióban, és az elmúlt 3 hétben mindig írtó nagy mázim volt, mert csak akkor fúrtak-faragtak, amikor én vágtam, és abban a pillanatban, hogy bekapcsoltam a kamerát, abban a pillanatban véget ért ez a munka, de most pont fordítva történik, hogy amikor... De állítólag ez az utolsó hangos nap, úgyhogy nagy részt megúsztuk, nem nézzük a pozitív oldalát. És elnézést kérek. Ha előre tudjuk. Igen. Szóval, hogy... És abba hagyták a munkát, igaz? Tehát, hogy amint véget ért az interjú, abban a pillanatban abban maradt a fúrás-faragás. Szóval ez az interjú valószínűleg egy címlapinterjú lesz, viszont csak a július-augusztusi lapszámnak lesz a címlapinterjúra. Címlapsztori leszünk, mit szóltok hozzá? A vlog címlapsztori lesz. Ez tök jó beszélgetés volt, és most egy kicsivel sportosabb blokk következik, amihez át kell öltözni. Jó, nem kell, de lehet, és hozom hozzá a biciklit. És ez tulajdonképpen tekinthető egyfajta bemelegítésnek is. És nem is feltétlenül arra gondolok, hogy ki kell ezt emelni a bikának a szarváról, hanem magára a pumpálás folyamatára, amire hát olyan 2-3 hetente szokott sor kerülni, mert hogy eresztenek a gumik. És egy, nem azt mondom, hogy erre teljesen alkalmatlan pumpán van, de egy olyan pumpán van, amivel csak ilyen tizedbárokat illik belenyomni egy gumiba, nem pedig tök lapossól felpumpálni az egészet. Az is ez a következő, hogy elviszem majd szervizbe, hogy állítsak be rajta ezt azt, mert tavasszal az ilyesmi az nagyon-nagyon nem ár, de most gyorsnak kell lennünk, s hatékonynak. Száz lökés, és még csak nem is keményedik. Száz és kb. Oké, jöhet a hátsó. Na, 250-ből megvan a hátsó is. Az összesen csak 550 löket. Beszéljünk a témákról. Szóval ez nem nagyon friss sztori, de nem is nagyon régi, viszont minden esetre nálam most indul el a bringás szezon, éppen ezért most beszélek arról, hogy a Google Maps-ben megjelent a biciklis útvonal tervezés. Ez azt jelenti, hogy ha valahova el akarunk jutni, akkor most már azt nem csak autóval tudjuk megterveztetni, vagy gyalogosan, vagy közösségi közlekedéssel, vagy repülővel, mert hogy nem tudom, hogy tudtátok-e, de van ilyen repülős keresés is, hanem rá lehet bökni erre a kis ikonra, és akkor megmondja, hogy milyen útvonalon lehet eljutni Linzbe mennyi idő alatt. Jó, oda jutni sokféle mindenképpen oda lehet, de hogyha rányomunk a biciklire, akkor egy olyan útvonalat fog kiadni, ami egyszerre biztonságos, kiszámítható és tervezhető is, már mint bringás értelemben. De nyilvánvalóan nem csak Linzbe lehet megtervezhetni ezt az útvonalat, akárhol is vagyunk a világban, hanem mondjuk városon belül is, hogyha ezt a bringás közlekedést részesítenénk előnyben, például azért, mert fenntarthatóak akarunk lenni, vagy mert mozogni akarunk, akkor csak oda bökünk, ahova menni akarunk, és az app az kiszámolja nekünk, hogy bringával merre érdemes leginkább oda eljutni. De ugyanez működik akár két város között is, vagy amikor mondjuk különböző természeti látványosságokat akarunk meglátogatni, amire lassan most már lesz lehetőségünk, így hogy talán el is kezd tavaszodni előbb-utóbb.
Áprilisban? Nem tudom. Igen, működik ez a Balatonnál is, ahol jól láthatóan más a bringás útvonal, mint hogyha autóval próbálnánk eljutni A-ból B-be. Vagy ha a velencei Szabastrandról szeretnénk eljutni a Bencehegyi Kirátóhoz, akkor is tök más a bringás útvonal, mint az autós. És kiadja a bringás útvonalat akkor is, hogyha a Zalaegerszeg belvárosából próbálunk eljutni az alsó erdei szabadidős központba. Ezt azért kerestem rá, mert amikor Zalaegerszegen forgattunk Dórával, akkor pont ezen a szakaszon bringázgattunk, és emlékeztem rá, hogy ott van egy tök jó bringás útvonal. És az a helyzet, hogy ezt meglehetősen jól és pontosan meg is mutatja nekünk az alkalmazás, hogy merre érdemes menni. Sőt, most elkerestem egy másik bringa útvonalunkra is, és pont ezért került Linz is képbe, mert amikor Robival teljesítettük a Linz-Bécs szakaszt kizárólag bringával, akkor ott volt alkalmunk alaposan megnézni, hogy milyen arrafele a bringa útvonal egyébként őrületesen jó, meg is jegyezni, hogy hol tér el a hagyományos úthoz képest, és éppen ezért volt most tök jó látni azt, hogy a térkép az leköveti azt az útvonalat, amerre mi is mentünk. Látjátok, itt mutatja autóval, és ehhez képest tök más az útvonal, hogyha bringával megyünk, mert a bringa út az átvezet egyik oldalról a másikra. Nagyon-nagyon hangulatos kis útvonal az. Nem azt mondom, hogy feltétlenül így márciusban, de valamikor lehet, hogy visszamegyünk oda. Akár családilag. Mert az tök jó volt. Cross the water, set the pace, then discover every ocean, every sea. Na de most nem Ausztriába megyünk, hanem egy közeli parkba, ami a Google Maps szerint 7 percnyire van bringával. És megnézzünk egy érdekes érdekességet. Ti is bringázzatok minél többet, és tervezzetek útvonalat biztonságosan. Na gyertek! Vízafogópark, aminek az építését én már hónapok óta figyelgettem. Igazából tavaly ősszel vettem észre, hogy itt valami nagyon készül, és akkor el is határoztam, hogy majd készítek nektek egy adást a megnyitóról, amiről tökre le is maradtam, és nem is tudnám, hogy megnyílt ez a park, ha Veronika. Köszönöm szépen, Veronika, szóval, hogyha ő nem küldött volna át egy cikket, amiből kiderült, hogy ez megnyílt. Na és én azt sem tudtam, hogy mi ez, csak azt láttam, hogy valami izgalmas dolog készül, de abból a cikkből, amit Veronika átküldött, kiderült, hogy ez itt egy ilyen indóház terület volt tulajdonképpen, és annak a helyén hoztak létre egy ilyen 9000 négyzetméteres parkot, amiben viszont van egy ilyen 900 négyzetméteres halastavacska is, aminek az átlagos mélysége másfél méter. Több számot azt hiszem nem jegyeztem meg. Minden esetre vannak mindenfelé padok, van ott egy ilyen kicsike kis pallómóló, amin be lehet menni a vízbe, és napozni is lehet, és én nem gondoltam reggel, amikor már tudtam, hogy erről a parkról fogok adást készíteni, hogy fogok napozni, de tulajdonképpen mondjuk ki, hogy én most nagyon-nagyon komolyan napozok ám. És elvileg a bringát is le lehet zárni egy csomó helyre, de azt már most észrevételeztem, hogy csak az egyik bejáratnál. Ott van a bringás bejárat, a másik oldalon sajnos nincs ilyesmi. Biciklivel ott is be lehet jönni, csak ott nem lehet lezárni. És ugye ez a 13. kerületnek a projektje, és nyilvános az is, hogy mennyibe került, és 680 millió forint volt az egész kialakítás, amivel kapcsolatban, szóval, hogy nem vagyok az összes információ birtokában, soha az életemben nem csináltam még izgalmas vagy bármilyen közparkot, de minden esetre 2022-ben nagyon fura jött hallani Magyarországon, hogy átadtak valamit, ami nem több milliárd forintba kerül. Itt is vannak ilyen bringatámaszok, jól van, alakul. És elvileg van ivókút is, meg van mosdó is, és elvileg van bár is, de hát bárnak nem nevezném, mondjuk ilyen étterem inkább, de kimondhatjuk, hogy ez még nincs igazán nyitva. Szóval, hogy majd itt lehet valamit fogyasztani valamikor. Látszik egyáltalán? Ott van egy pult. Egy meglehetősen üres pult. Na és a mosdó? A mosdó az nyitva van, vagy tartsuk vissza? Zárva. Ez majd azért legyen nyitva, jó? Tök jó, hogy van egy mosdó, de még jobb lenne, ha be lehetne jutni. Amúgy eredetileg ezt a területet
be akarták építeni mindenfélével, csak aztán az önkormányzat fogta magát, és a közeli lakókkal nagy egyetértésben átkategorizálta a területet, ami azt jelenti, hogy itt már csak közpark lehet, és nem lehet irodaház, meg semmi hasonló, és tök jól néz ki. Szóval egy kicsit olyan, nagyon kicsit, nagyon távolról nézve, háttalálva, sötétben hunyorogva, de egy kicsit olyan, mint a Central Park, szóval van körülöttünk néhány magas épület, nem 100 emeletes, de határozottan 10, és ezek között van egy park, amiben van egy tó is. Ez egy ilyen, ez a mi Central Parkunk, a lakótelepi Central Park. Egyébként nem is kellene elképzelni, hogy milyen volt ez a terület az átalakítás előtt, mert hogyha átfordulunk dél felé, akkor láthatjuk, hogy hát pontosan ilyen volt az is. Okospad. Lehet tölteni dolgokat USB A-ról. Igen, van pingpong asztal is az egyik oldalon, a másik oldalon meg lehet gyúrni ilyen kültéri vas szerkezeteken. Ami tök jó, például, hogyha az ember errefele fut, akkor megérkezik ide, gyúr itt egy kicsit, aztán futhat tovább is. És golyót hol lehet állni, és labdát ezt hol most lehet? Most vettük a régióba. Ja, értem, azt hozni kell, ugye? Szerint. Jó, mert van a közelben itt egy játékbolt? A régióba, itt a Váci út. Ja, értem. Hogy megnyílik a... Most azért próbáljuk ki, mert ott lesz állítólag a leadó. Tényleg? És azt lehet tudni, hogy mikor nyílik meg a büfé? Hát aztán. Nagyon vártuk, hogy megnyíljon. És akkor lehetett tudni már, hogy mi készül itt? Mert én errefele mászkáltam autóval, és akkor csak annyit láttam, hogy valamit itt túrnak, és aztán elolvastam a cikket, ami szerint meg a lakókkal is egyeztettek, hogy mi legyen itt. Ez így volt? Igen, így volt. Hát volt ilyen tábla, amin föl lehetett írni, hogy ki mit kér, meg ilyesmi. Jó, hát azért ez nem egy hátrány, nem? Hogyha belevágnak egy ilyen fejlesztésbe, és megkérdik az itt lakókat, hogy ők mit szeretnének, milyen legyen a végeredmény. Mondom ezt úgy, hogy továbbra sincsen kapcsolatom a 13. kerülettel, és továbbra is ez az egyetlen olyan kerület, ami visszautasította a közeledésemet, amikor a Zöldítsük ki Budapestet programmal megkerestem őket, méghozzá úgy pattantam le róluk, mint pingponglabda a csocsó asztalról. De ez jó. Na és most, hogy sikeresen teljesítettük a küldetésünket, ez a mai adás véget ér, de tudjátok, találkozunk hétfőn, a weekend. Nem, biztos, hogy nem akkor találkozunk, mert hogy most szünet lesz, nemzeti ünnep meg mi egymás. Úgyhogy egy kicsit torlódnak az adások, de jövő héten találkozunk. Vigyázzatok magatokra, mászkáljatok parkokban, bringázzatok, érezzétek jól magatokat, és szívjátok be a tavasz első napsugarait. Sziasztok!